Szép jó reggelt, sziasztok! Bal László vagyok, IBM-et képviselem, és ugye, hogy az előadás címe is mutatja, azt a témát próbálom én egy picit feszegetni, ami reflexből eszünkbe jut, amikor a mesterséges intelligenciáról beszélünk. Tehát számtalan esetben mi is megkapjuk a kérdést partnereinktől, ügyfeleinktől, hogy jó, de mi lesz, mit teszünk. Előfordulhat-e az, hogy én ugye itt elhangzott a megnyitón, hogy megpróbáltuk vizionálni, illetve az előadó azt, hogy 2030-ban hogy fogunk viselkedni, mennyiben fog változni a világ. Tehát, hogy most engem egy ilyen jópofa gurulós narancsárga fog ébreszteni csipogva a kávéval, vagy éppen egy ilyen vörösen izószemű postás fogja rám rúgni az ajtót, mert éppen bal lábbal kelt a machine learning modellje, ezt ugye nem tudjuk, de azért sejtjük, hogy van ezen a területen még mit tenni, és a technológia olyan mértékben fejlődik, hogy aki közel van ehhez a témához, és látja, hogy milyen jellegű fejlesztéseket csinál mondjuk a hadsereg, akkor azért nem feltétlen alaptalan ez a félelem. És amit én ebben a negyed órában megpróbálnék összefoglalni, hogy egyrészt mi a Watson, ezt elmondtuk N-szer, most az N+1. Verzió fog jönni, ami ugyanaz, mint amit eddig elmondtunk, de szerintem nem elég ezt hangsúlyozni. Talán a másik téma az egy picit homályosabb még, mint talán a Watsonról hallottatok. De az, hogy mit csinál az IBM az AI területen, az talán érdekes lehet. Illetve hoztam egy-két érdekes példát a gyakorlati felhasználásról, meg beszélnék arról is, hogy mi miért vagyunk itt, meg a standon mit lehet csinálni. Tehát ugye Watson, ő Watson. Tehát ő Thomas J. Watson, az IBM egyik alapítója, ügyvezetője volt, vagy vezetője volt a cégnek hosszú évekig a régi időkben, és ő az ő tiszteletére nevezte el az IBM az összes machine learning, most divatosan AI-nak nevezett fejlesztéseit, termékeit, szolgáltatásait Watson brand névként. Tehát azért Watson, nem a Dr. Watson a Windowsból, se nem a Baker Street-en Sherlock Holmes asszisztense. Ez a név, ez megmarad. Watson igazából 2011-ben jelent meg, valószínűleg sokan hallottátok, amikor a híres amerikai tévés vetélkedőben a két eddigi legjobb humán szereplővel összemérték a válaszadási képességeit. És hát elég meglepő eredményt hozott, mert rommá verte a két szerencsétlen palit. És ezt a sztorit úgy nagyjából ismerjük, de hogy mi volt mögötte, azt nem mindig. Tehát emögött tényleg egy internetről lehúzott 2880 CPU kort számláló Power 7-es architektúra volt, 16 tera memóriával, és a piacon elérhető IBM által gyártott szöveganalitikával, machine learninggel kapcsolatos termékekből kiszerelt funkciók voltak összeépítve erre a speciális feladatra. Tehát nem volt egy ilyen világító szemű robot, aki ott a sarokba állt és egy mikrofonba belebeszélt, hanem ez egy egészen pontosan céllal létrehozott nyelvi értelmező képesség volt, ami tudott válaszolni kérdésekre. Na most ez annak idején ekkora vasat igényelt, ma ezt el tudjuk rakni egy viszonylag két unit vastag rekszekrénybe becsúsztatható dologba, azt a részét. Ez nyilván nem feltétlenül csak a mi érdemünk, hiszen azért a processzorgyártók és a technológia is fejlődött szoftveresen és hardveresen is, de ez a trend, ez látszik. Viszont azt fontos megérteni, hogy nincs egy olyan Watsonunk, akit így kihúzunk a konnektorból, ide szállítunk Magyarországra, itt bedugjuk, és akkor ott jön, megy, beszél. Tehát amikor valaki arra szeretné megkérni az IBM-et, hogy csináljunk valamit AI-jal, akkor mi nem fogunk hozni egy Watsont, amit majd szépen elkezdünk faragni, mint egy nagy sziklát olyanra, ami ennek kell lennie. Ez nem egy monolitikus dolog, ez egy elemi szolgáltatásokból álló brand név, amit ha akarok, akkor egyesével igénybe veszek. Megpróbáltam felírni azokat a témaköröket, ami köré csoportosulnak ezek a szolgáltatások. Tehát egyrésztről van tetején egy asszisztant, ugye a chatbot. Kicsit máshogy értelmezzük a chatbotot, mint mindenki más, de alapvetően arról szól a történet, természetes nyelven tudok interaktálni valamivel. Hogy az most egy tartalom, egy alkalmazás, vagy csak egy gyakran feltett kérdések, statikus tartalomra való válaszadási képesség, ezt eldönti az adott üzleti környezet. Én azt szoktam mondani, hogy ha bemegyek egy gyorsétterem láncba, aki velem szembe áll, vele nem akarom megbeszélni az élet értelmét, hanem szeretnék kérni abból egy menüt nélkül, és elviszem. Tehát én nem akarok vele beszélgetni. Mindenféle degradálás nélkül, az egy szerepkör, aminek megvan a
pontosan meghatározott feladata. Tehát mi is így gondolunk egy asszisztantra, ez lehet nagyon komplex is, meg nagyon hosszan is működhet, akár egy egészségügyi tanácsadási szerepkörben, de alapvetően az asszisztant egy pontosan jól meghatározott feladatot lát el, se többet, se kevesebbet. El lehet vinni nyilván vicces irányba, meg lehet vele szélesebb körben hosszú távú longtail kérdéseket válaszoltatni, de alapvetően az asszisztant az önmagában nem csak egy chatbot képesség, hanem a tartalom nagyon fontos mögötte. Ha ezt emberibbé akarjuk tenni, akkor nyilván a 2-3 óránál, hogyha óra körbejárásával nézzük a funkciókat, akkor empátiát, nyelvi képességekkel fel lehet szerelni, illetve hogyha van egy tudásbázisom, akkor nagyon fontos, hogy milyen nyelven tudom megérteni azt a tudást, a tartalmat. Jellemzően ezek nem struktúrált tartalmak. Nyilván lehet ebből struktúrált adatbázis háttérinformáció is, de alapvetően valamiféle információhalmazon kell, hogy dolgozzon. És aztán nyilván, amit az AI-nál legtöbbször eszünkbe jut, hogy computer vision, tehát lát, hall, beszél, stb. Érzékszervekkel van ellátva. Ezek is elementáris szolgáltatások. Nem hinném, hogy ezzel óriási újdonságot hoztunk a világra, mert hogy minden szállító az open source-tól kezdve mindenki ezen a területen próbál fejleszteni. Ami talán érdekes még, hogy pont ezeket a szolgáltatásokat el lehet érni, ha valaki akarja. Most ezen nem fog időt eltölteni, mert ki fog lógni az időből. De ezeknek a kombinációjából épít mondjuk szolgáltatás alapon elérhető komplexebb megoldásokat az IBM, de ha valakinek éppen csak egy személyiséganalízis kell, majd fogjuk látni itt a rendezvényen egyik kedves ügyfelünk, partnerünk, az Indivizó használja ezt a szolgáltatást, amellett, hogy őnek van egy elég jó pofa megoldása, de nekik ez a része pont elég az IBM AI-ból. És mi is az IBM stratégiája, és akkor itt ezek olyan területek vagy témakörök, ami nem feltétlenül arról szól, hogy mi terméket fejlesztünk mondjuk a logisztikára, vagy megoldjuk a nem tudom, szenzoros adatok idősoros tárolását és elemzését, hanem azt mondjuk, hogy nekünk nem lesz ilyen henger alakú szürke beszélő mikrofonos dobozunk, mert az IBM az B2B, tehát sose fogunk megjelenni olyan termékkel, amire egy Watson logó lesz rányomtatva. Mi használjuk az Alexát, használjuk a különböző olyan termékeket, megoldásokat szállító komponenseket, gyártó társaságokat, illetve a termékeiket, amik segítségével mi jobb vagy hasznosabb megoldást tudunk tenni, vagy jobb és hasznosabb megoldást tudunk készíteni az ügyfeleink számára, és elsődlegesen vállalati fókusszal dolgozik az IBM. Van világszinten 200-300 irgalmatlan nagy ügyfele a cégnek, amire fókuszálva készülnek a termékek, és azokból a tapasztalatokból leszűrt és a világszinten kiterjeszthető megoldások kerülnek ki a publikus felhőbe, és így születnek a termékek gyakorlatilag. Második pont, ott használunk AI-t, ahol az emberi munkát meg tudjuk támogatni olyan módon, hogy időt spórolunk, vagy költséget csökkentünk. Tehát elsődlegesen az egy dedikált, kimondott üzenete az IBM-nek, hogy nem az a cél, hogy ezzel kihelyettesítsünk humán emberi munkát. Ugye az első terület, ahol kereskedelmi forgalomba került Watson alapú megoldás, az az egészségügy volt, és ez egy nagyon kritikus téma. Tehát ez a helyből reflex emberi érzés, hogy nekem egy iPad nem mondja meg, hogy mi bajom van, akármi is van mögötte. Tehát éppen ezért minden olyan adat, ami mondjuk ahhoz kell, hogy egy machine learning, vagy egy olyan AI képesség, ami egészségügyel kapcsolatban segíti az orvos vagy az asszisztensek munkáját, az azzal kapcsolatosan keletkezett adat az azé, aki azt létrehozta. Az is tulajdonolja azt a képességet, vagy azt az előnyt, amit az adatok feldolgozásából én mondjuk előállíthatok. Ha én előre tudok jelezni bármiféle üzleti, környezeti változást, vagy javaslatot, mi azt mondjuk, hogy mi nem foglalkozunk, tehát nem kérjük az adatot, mi adunk egy infrastruktúrát, adunk képességeket, valaki megépíti a megoldását, akkor az a megoldás, ami adatokat kezel, az azé, aki a megoldást használja. Mi nem fogjuk felhasználni a szolgáltatásunk hatékonyságának növelésére, sem nem látunk bele, tehát hogy egyáltalán semmi közünk hozzá, ahhoz külön engedély kell, illetve nyilván elég pontosan szabályozott, hogy hogy működnek ezek a szolgáltatások infrastruktúra és biztonság oldalon. És a negyedik talán a legfontosabb dolog, hogy teljesen transzparensnek kell lenni a tanítási folyamatnak, hiszen lehet, ez egy, hogy mondjam, tehát ahhoz nagyon-nagyon sok mindent le kell tenni az asztalra, és nagyon komplex megoldást kell építenünk, hogy ez tényleg egy ilyen emberszerű, működő környezet legyen. Ezek matematikai algoritmusok, amik nem
szabály alapon elég meghatározott módon előre elkészített válaszokkal rendelkeznek potenciálisan felmerülő kérdésekre, hanem kicsit ilyen analóg módon javaslatot tesznek dolgokra. Ha most veszünk egy példát, például autóbiztosítás, árazás, nyilván az egy emberi észre felfogható feladatkör, nagyon sok paramétere van, hogy egy biztosító hogyan állapítja meg a havidíját egy biztosításnak, de ebben egy machine learning lehet részrehajló, például akarata ellenére, hogyha úgy van megtanítva, hogy bizonyos szempontokat figyelembe vegyen, geográfiai elhelyezkedés, keleti országrész, nyugati országrész, netán vallás, netán én nem tudom micsoda, tehát hogy nagyon sok olyan dolog lehet benne, aminek a következményénél, hogyha én, mint ügyfél reklamálok, hogy hoho, tehát bocs, de én kaptam egy választ, hogy én nem vehetem fel ezt a hitelt, szeretném tudni, hogy miért. Tehát legalább a folyamat, a döntési folyamat legyen vizualizálva nekem, hogy megértsem, hogy miért lett ezzel az eredménnyel kipublikálva felém. Ennek először a gyakorlati felhasználását pont az egészségügyben tettük meg. Orvosi diagnózist állított fel először a Watson bizonyos betegségekre, és elkerülve azt a dolgot, hogy mi megmondjuk, hogy kinek mi a baja, vizualizáltuk azt a döntési következtetési útvonalat az orvosi személyzet számára, aki ezzel mondjuk lehet, hogy időt spórolt. Meg olyan információkat is figyelembe tudott venni, amire egyszerűen fizikailag lehetetlen volt számára, hogy az összes eddigi adott témában megjelent orvosi publikációt elolvassa, értelmezze, figyelembe vegye, újabb gyógyszerek mellékhatásai, stb. Tehát alapvetően ez a 4 témakör van, ami meghatározza az IBM stratégiáját. És ugye most maradék időben próbáltam jópofa történeteket hozni, illetve 2. A hiszem, ha látom, az nyilván a visual recognition-re épül. Ugye a visual recognition-nél mindenki átesett már azon, hogy van egy service, amiben felteszek egy képet, és akkor megmondja, hogy kutya vagy macska. Fantasztikus. Tehát, hogy alapvetően nem erre várunk, hogy egy visual recognition azt meg tudja mondani, hogy kutya vagy macska, mert ezt én is meg tudom mondani, hanem mondjuk egy 100-al repülő drón észrevehetné azt, hogy ki van elukadva a csőhálózaton valami, vagy meg tudja mondani, hogy egy magas áramú, vagy erős áramú villany vezetéket tartó fém szerkezet hány százalékban rozsdás, mennyi festék kell hozzá, hány ember óra lesz az elvégzés, ezt úgy meg tudom csinálni, hogy egy drónnal elrepülök mellette 24 másodperc alatt, és ez működik. Viszont van egy aspektusa ennek a visual recognition-nek, ami jópofa és érdekes. Ugye ez egy macska. Tehát, hogy az előbb mondtam, hogy van egy visual recognition képesség, macska vagy kutya, hurrá, örülünk neki, cica. Nem gyík, meg nem tudom, Darth Vader, hanem egy macska. Viszont van egy, ha valaki kíváncsi rá, ott legalul ott van a link, meg is tudjuk mutatni. El lehet végezni olyan rafinált képmanipulációkat, amit emberi szem nem vesz észre, de mondjuk éppen ez egy mentőautónak ismerte föl a macskát 11%-ban, holott emberi szemmel nem látom én a különbséget. Tehát hiába guvasztom a szememet és nézem, olyan pixeles módosításokat lehet elvégezni, amire ugyanaz a machine learning modell, ami meg lett tanítva, teljesen fals eredményeket fog hozni. Ez nyilván akkor, hogyha valamilyen módon automatizálunk, vagy emberi munkát azt hiszük, hogy kihelyettesítjük a döntési képességet, vagy lecsökkentjük az emberi erőforrással elvégezhető analízisnek az idejét. Ezért jól térden is lőhetjük magunkat, hogyha ezekre nem készülünk fel. Tehát ez egy jópofa dolog. Ami érdekes benne, hogy ott van alatta a megoldás is, tehát hogy milyen kódrészletet kell használni ahhoz, hogy ezeket a leggyakrabban előforduló hacker képmanipulációs algoritmusokat ki tudjuk venni. Ilyen területen is elég aktív a cég, tehát hogy ez a formában is nagyon sok olyan kódrészlet elérhető. Ez egy célhardvernek a belseje motorháztető nélkül, mert ugye mi se találjuk ki a meleg vizet, de azért teszünk érte, hogy innováció területen előjárjunk. Azzal tisztában vagyunk, hogy az AI területen a minden is open source felé tart. Tehát nem szeretnénk mi lefejleszteni még egyszer ugyanazt, amit már valaki egyszer megcsinált, vagy egy közösség hajt. Viszont ugye nagyon erős hardveres múlt lévén van nekünk egy nem Intel architektúránk, hanem egy Power architektúra, és az Nvidia-val összeállva csináltunk egy olyan vasat, ahol iszonyatosan gyorsan lehet futtatni machine learning modelleket. Nem mennék bele a műszaki részletekbe, aki kíváncsi rá, az oda jön hozzánk és elmeséljük, meg azt is, hogy mennyire gyors ez a történet, illetve csináltunk nagyon sok olyan funkcionális szoftveres kiegészítést, amivel ugyanazokat az open source-os TensorFlow-s dolgokat lehet hajtani, mint amit egyébként megcsinálnék a saját notebookomon.
Viszont akár egy real-time tanítási algoritmussal, hogyha nagyon gyorsan kell reagálnom különböző dolgokra, akkor ezt ezen a vason hihetetlen sebességgel meg tudom tenni, ami viszont adott esetben óriási üzleti erőnyt eredményezhet. Ez csak egy példa arról, hogy egy munka területen fel kell ismernünk azt, hogy van-e rajta láthatósági mellény vagy sisak. Nyilván ezt sem mi találtuk ki, hogy ilyen use case van, viszont hogyha ebből nagyon sok van és nagyon gyorsan változik, akkor nem mindegy, hogy mennyi idő alatt tudom kirakni a kamerára ezt a képességet. Nyilván Power 9 architektúra, Vision, Machine Learning, az IBM standon tudunk erről beszélgetni. A másik szolgáltatás, amiről egy fél pillanatot még, ha van annyi időm, akkor elmondom. Van egy Personality Insights nevű elemi szolgáltatás, személyiséganalízist ad legalább 100 szóról. 1500 angol szó kell ahhoz, hogy meg tudjuk mondani valakiről, hogy kicsoda. Ezt elsőre jópofának hangzik, aztán mikor kipróbálja az ember, akkor rájön, hogy hoppá, tehát hogy ezt elég sok helyen lehetne használni. Amit én csináltam, fogtam egy Forma 1-es pilótának a nyilatkozatait, egészen pontosan 391 szót sikerült így 10 perc alatt összevadásznom róla interneten, és a nagyon sok személyiségi egyből az jött vissza, hogy ő igazából egy iszonyatosan nyugodt ember, tehát nagyon nagy dolognak kéne történni, hogy kiessen a nyugalmi állapotából. Nem igazán rendszerezett az élete, nem sok időt tölt azzal, hogy hogyan szervezze egy elég laza csávó. A másik, egy 481 szavas, szintén egy insert, ami arról szól, hogy igazából saját magával sok időt szeret eltölteni, nem foglalkozik másokkal, igazából egy elég öntörvényű valami. Ezt őről a sikerült kigyűjteni. Ez egy mozi karakter, eléggé független, elég határozott véleménye van arról, hogy mit szeretne, és elég vad víziói vannak. Jó, Darth Vader, és utoljára szintén egy filmes karakter, 400 szót sikerült róla összeszednem, és én nem tudom, hogy de kijött róla az, hogy amikor ruhát vásárolna, akkor a komfortot részesíti előnyben. Nyilván ez fel van készítve retailre, meg egyéb dolgokra, tehát hogy nyilván azért is jön ebből vissza, de egy szó mint száz, ebből még van nagyon sok példa, lehet ezzel játszani. Kifutottam az időből, ezért ellapoztam. Ráfűztem egy picit arra az előadásra, amit a partnerünk fog tartani. Ők HR interjúztatást csinálnak ezzel a szolgáltatással. Nagyon-nagyon érdekes történet. Köszönöm a figyelmet, és további jó szórakozást kívánok az előadásokhoz.